Sziasztok, Kovács Gergő vagyok, és a Beauty Bar System videóját látjátok. Minél most kozmetikus sorozat, nem csak kozmetikusoknak. Ez csak egy ilyen kis apró inspiráció, vagy érdekesség. Na, néztem egy sorozatot, egy dokumentum sorozatot, dokumentumfilm sorozat, és abban láttam egy olyan jelenetet, amikor is egy nő meg akarta magának csinálni a szempilláit. Ez a Covid közepén forgatták amúgy az USA-ban ezt a sorozatot. Meg akarta csinálni a szempilláit, teljesen mindegy, egy nem is tudom már valami rendezvényre, vagy bármire, nem tudom már, de egy a lényeg, hogy Covid közepén volt ott, akkor ott az USA-ban be volt zárva minden, tehát minden szép szépészeti hely, ugye nem lehetett menni szempilláshoz, nem tudom, kozmetikushoz, semmi ilyesmi. Úgy oldotta meg a szempillás ezt a történetet, ő úgy tudott elmenni egy ilyen helyre, hogy megérkezett a szempillás a kocsijával, az anyósülésben lehajtotta az anyósülést, befektette a vendéget, és a mögé feküdt, és szépen mögötte, ahogy feküdt az anyósülésen, ugye megcsinálta a pilláit. Jó, nem egy igényes módszer, én ezt elismerem, de probléma megoldás magas fokon. Tehát iszonyatosan inspiráló volt látni, hogy tényleg milyen jól meg lehet oldani, és ugyanilyen alapon meg lehet oldani egy arcmasszázs, bármilyen szinte arckezelést is, tudom, hogy nem a leghigiénikusabb, de végül is nem is egy műtétről van szó, az igaz. Valamit valamiért, ugye? Valaki bevállalja, valaki nem, valakinek ennyire fontos, valakinek nem. Inspiráló volt látni egyébként, tényleg, hogy mikre van mód. Hogyha az embert így elkezdik sarokba szorítani, akkor még honnan, hogyan ki lehet onnan még mindig szökni ilyen módszerekkel. És amúgy egyébként erről jutott eszembe még egy dolog. Ezt régen láttam Budapesten egyébként, hogy voltak ilyen mobil masszázs kocsik, furgonok vagy lakóautók, már nem is tudom, amik gyakorlatilag, és nem kell rosszra gondolni, igazi masszázsról van szó, tehát normál svédmasszázs, cellulitmasszázs, stb. Beálltak a furgonnal ezekhez a különböző helyekhez, bár ők általában úgymond dokkoltak, tehát így leparkoltak hosszú távon egy-egy helyen, és ki volt ráírva, azt hiszem, nem is emlékszem, hogy mobil masszázs, vagy valami hasonló. Ha valaki emlékszik erre, kommentelje már be a videó alá, azt megköszönöm. Szóval beálltak különböző helyekre, és ott voltak pár hétig, pár hónapig, és egyszerűen oda lehetett menni, és ez egy mobil masszázs volt gyakorlatilag. És simán ki volt alakítva a kocsinak, vagy a lakóautónak a hátsó része, úgyhogy bent volt a masszázsát, mint hogy egy kis mini masszázszalomba csöpett volna az ember. És innen egy újabb ugye, ötlet, hogy bár ez megint csak ötletelés természetesen, de hogy milyen tök jó, akár opció is lehet, hogyha valakinek van egy, úgymond egy furgonja, vagy egy lakóautója, jó, tudom, hogy ezek eleve nem könnyen beszerezhető dolgok, hogyha az embernek nincs, tehát akkor is már egy bő befektetés, de amúgy ilyen jó pofa lenne például egy mobil kozmetika. Jó, hogyha valaki kialakítja az autó hátsó részét, vagy a furgon hátsó részét, a Volkswagen Transporter, vagy bármi kis Mercedes Sprinter, Vito, mit tudom én, ennek a hátsó részét kialakítja úgy, mint egy kozmetikát. És gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy házhoz megy a pizza, meg házhoz megy a takarító, meg házhoz megy a kerékcsere mostanában ugye sok helyen, meg házhoz megy a szerviz mostanában, mint egy autóklub. Ez egy kozmetikai klub. Ugye házhoz megy és kozmetikai klub. Házhoz megy a kozmetika, házhoz megy a fodrászat, és ugye nem effektív fölmegy az ember az illető lakásában, hanem beparkol a háza elé, kijön, bemegy a mobil kozmetikában, mobil fodrászatban, mobil körmösszalomban, mobil masszázs helyre, megcsinálják az illetőnek azt a szolgáltatást, amit kért, és már megy is tovább, ugye a következő helyre. Végtelen lehetőségek tárháza, hogyha az embernek, jó, természetesen ehhez kell, hogy legyen valakinek autója, kell, hogy legyen lakóautója, megint mondom, de ez is csak azt mutatja, hogy mennyire találékony tud lenni az ember, amikor úgymond sarokba van szorítva lehetőségek terén. Ezzel a videóval nem akartam semmi extrát adni, legfeljebb egy inspirációt, hogyha sikerült, annak örülök. És bárki, aki emlékszik erre a kis mobil masszázs vállalkozásra, és tudja a nevét, és be tudja linkelni, vagy be tudja kommentálni, ezt megköszönöm. Köszönöm nektek a figyelmet, sok sikert és visszatérő vendégeket. Sziasztok!